Katona nemzet a magyar, állapította meg a kormányfő, miután közel 250 önkéntes katona tett esküt előtte. Másodszor indult ilyen kiképzés az ország 17 helyszínén. Orbán Viktor szerint ideje felébreszteni magunkban a katona szellemet. Úgy fogalmazott, az a nép, amely nem képes erre, a jövőben bizonyosan elbukik. Most pedig olyan időket élünk, és ez különös felelősséget ró ránk ma élő magyarokra, amikor jó okunk van komoly veszélyeket felfedeznünk országunk határainál. A kormányfő példaként keleten a háborút, délen a migrációt említette, nyugatról pedig megszámlálhatatlan mennyiségű fegyver áramlik a frontra, mondta. Orbán Viktor bejelentette azt is, hogy decembertől újabb toborzó kampányokat indítanak, és továbbfejlesztik a haderőt. A kormányfő kitért arra is, hogy most szolgálatba lépnek a Lynx harcjárművek is, a hadipar fejlesztésére pedig már több lépést is tettek. Bejátszást összefoglalót együtt néztük az MSZP frakcióvezető helyettesével, Harangozó Tamással. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mennyire indokolt ez a felhívás Szalai Bobrovnicki Kristóf, mert ugye ő is ugyanerről beszélt, mint Orbán Viktorról, hogy nagyon-nagyon rá kell kapcsolni a magyar haderő fejlesztésével és a toborzással kapcsolatban. Első megjegyzésem az, hogy a béke galambjától, a béke legnagyobb barátjától elég visszás ezeket a mondatokat hallani a katona szellemről. Hiszen konkrétan a Fidesz ezzel nyerte a választást, hogy azzal riogatta az embereket, hogy az ellenzék Ukrajnába vinné a magyar fiúkat és lányokat. Igen, de NATO tagállamként ez meg kötelezettségünk. Én értem, de akkor se kell mellé beszélni, meg hazudozni az embereknek. Ez az én véleményem, és ezt itt is szeretném megosztani, mert ez nem normális dolog. Hogy becsapom az egész népet azzal, hogy békéről beszélek, miközben egyébként ugyanaznap elmegyek egy másik rendezvényre, és katonaszellemről, meg a katona hagyományok felélesztéséről, meg a magyar nemzet, mint katona nemzetről, ilyen hagymázas álmokról beszélek. Nézzük a realitást. A realitás az az, mert nem csak frakciótő helyettes vagyok, hanem a Honvédelmi és Nemzeti Bizottság alelnöke is, ráadásul ebben a bizottságban az elmúlt években végig ott voltam, tehát láttam a folyamatot. A valóság az az, hogy természetesen óriási szükség van a magyar haderő fejlesztésére, mert hogy a rendszerváltás után, egyébként egészen 2015-ig, tehát a mostani Orbán kormány első két ciklusában is, a magyar honvédség gyakorlatilag csak leépült. De ez a 2%, amit egyébként jövőre fogunk ténylegesen elérni, amire a miniszter úr annyira büszke, ez semmivel nem több és nem más, mint amit a NATO lassan 10 éve elvár hazánktól is, tehát semmi több nincs ebben benne. Ezt mindenképp meg kellett már csinálni, tehát konkrétan figyelmeztetést is kaptunk a szövetségtől. Nem csak mi, egyébként a többi tagállam is, aki a honvédelmi költségvetését az elmúlt években nem vette komolyan. Tehát én azt mondom első állításként, hogy szükség van a haderő fejlesztésre, miután ezek évtizedekig tartó, tehát évtizedeken keresztül meghatározzák a magyar honvédség képességeit, minőségét, ezért felháborítónak és nagyon kontraproduktívnak tartom, hogy a Magyarországgyűlés, és úgy általában egyébként akár maga az ellenzék is, és a politika ki van hagyva abból, hogy mit veszünk, miért veszünk, hogyan veszünk, ez megint ilyen sötét szobákba kette-hárman leülnek és eldöntik típusú döntésnek látszik. És még egyszer mondom, ez csak azért baj, mert például a képeken látható harcjárműveket nem 4 évre veszük, ugye ezt gondolom mindenki sejti, hanem inkább évtizedekre, és nyilvánvalóan majd egy esetleges kormányváltás után egy másik kormánynak is ezekkel az eszközökkel kell majd tudnia megvédeni a hazát. Mennyiben van ellentmondás abban, hogy idehaza, erről beszél Orbán Viktor, hogy fejleszteni kell a haderőt, de például nem szavazza meg, vagyis konstruktív tartózkodással él az Európai Uniós kiképző misszióról szóló szavazásnál, amit ugye az ukrán hadsereg számára szeretne indítani az Unió, mondván, hogy az eszkalációhoz vezet. Ez a kockázat tényleg érdemben fennáll, mert hogy akkor viszont logikus Magyarország szavazata. Ez a kockázat ez az Orbán kormánynál áll fenn, amelyiket egyszerűen nem lehet nem észrevenni, hogy milyen, nem tudjuk konkrétan milyen, de hogy meglévő kötődése vagy függése van Vlagyimir Putyinhoz és az orosz kormányhoz. Ezt Európán belül ez a kormány, ez így működik. És lehet ezt persze arra fogni, hogy a gáz és az olaj, de mint látjuk például Bulgáriával vagy másan országgal, amelyik függ az orosz olajtól vagy gáztól, de mégiscsak lehet ezt máshogy csinálni. Egyébként Magyarország ilyen kiképzésben vett már részt, ugye ezért is
érdekes, hogy mi vezet milyen eszkalációhoz. A Magyar Honvédség egyébként példamutató módon képezte ki a peshmerga harcosokat észak-iraki Kurdisztánban. Személyesen is volt szerencsém bizottság alelnökeként ezeket a csapatokat meglátogatni annak idején, akik a Moszul elleni hadműveletben egyébként föl is szabadították végül a várost, és ott magyar katonák képezték ki ezeket a kurd harcosokat. Ugye nagyjából ez ugyanez, tehát itt az unió területén fognak az unió katonái ukrán katonákat kiképezni. Valószínűleg erre azért is nagyon nagy szükség van, mert az ukrán hadsereg alapvetően a régi orosz haditechnikára alapult eddig. Ugye 2015 után a Krím annektálása meg a Donbaszban lévő orosz benyomulás után kezdte el Nyugat-Európa és Amerika megsegíteni Ukrajnát és nyugati modern fegyverekkel felszerelni, ez most felgyorsult, de tessék elképzelni, hogy az nem úgy van, hogy fogok egy ilyen fegyvert, persze, aztán a másikat a kezembe fogom, és akkor elkezdem lapozgatni az angol azt nyelvű útmutatást, hogy akkor ezzel mit kell jó, csinálni. Viszont az tényleg érthető, hogy ha Oroszország saját maga, az ukránok pedig uniós támogatással folyamatosan fegyverkezik, és ehhez ugye forrás is kap, nem csak fegyvereket, mert ugye ezt is jelezte Szijjártó Péter, hogy eddig megszavaztuk, ezután lehet, hogy nem fogjuk, akkor így soha nem fog eljutni ez a két ország valamilyen tárgyalásig. És ugye ezt is hangsúlyozza a kormány. Erre is rögtön válaszolok, csak a Szijjártó Péter megjegyzését, hogy legközelebb már nem fogja. Ha jól értem, ő azért mondta ezt, mert hogy abból az alapból csoportosítanak át, ami a migráció elleni védekezésről is. Európai békekeret forrás. Igen, de hogy azt állítja, hogy ebből egyébként a migráció elleni védekezés is ebből a pénzből van. Én szerintem mind a kettőre biztosítani kell a pénzt. Tehát ebben az egyben, mármint hogy a migráció elleni védekezésre is kell közös európai forrás, biztos, hogy nincs vitám. Szijjártó Péterre, ha emiatt megvétoz bármit, ami a jelen helyzetben közös európai fellépés lenne, az a nagyon keményen lenne vitám. De ugye az alapvető kérdése az volt, hogy... Hát az, hogy abban van logika a kormányzat részéről, hogyha mi folyamatosan felfegyverezzük az ukránokat, igen, és igen, támogatjuk őket, Oroszország meg láthatóan egyáltalán nem akar egy tapottat se visszakozni, akkor ennek a háborúnak így nem lesz vége. Igen. Akkor hadd kérdezzek vissza, nem önnek, hanem aki ezt állítja, és akkor... Mi a megoldás? Megkérdeztük Menzer Tamástól, azt mondta, hogy legalább el kell kezdeni a békéről tárgyalni, és a békére helyezni a hangsúlyt, és nem folyamatosan éppen rakéták potyognak, Kijevre, vagy éppen Lvivre, ami a lengyel határtól nem messze van. Ennyi erővel Kárpátalját is lőhetné az orosz. Itt miről lehet tárgyalni? De mindig azt mondjuk, egyszerűen nem is értem ezeket az embereket. Mi van a vesző után? Tehát adja meg magát Ukrajna, minimum adja át azokat a területeket, amiket Oroszország már eddig így félig meddig elfoglalt, aztán most egy jó részéről egyébként vissza lett szorítva. Esetleg mondja le a kormány, és önként is dalolva valami orosz párti elnököt ültessenek oda, vagy hagyja el mind a 40 millió ukrán Ukrajnát, és hagyja, hogy az oroszok vonuljanak be oda. Vagy tehát, hogy mi van a vesző után? Mondják már meg, itt egy ország megtámadott egy másik országot fegyverrel. Naponta ölik nem csak a katonákat, a civileket, a gyerekeket, a nőket. Aki nem tudja, hogy mi történik, menjen már el, azt nézze meg csak itt Magyarországon, hogy a több millió, csak Lengyelországban, jól emlékszem, van 4 millió ukrán menekült. Ők 80%-a gyermek és nő, a többi nagy része egyébként idős. Ez teljesen hát, értem, ezt a konfliktus... mi van az ön mondatában a vesző után? Tehát, hogy ez így akkor meddig fog menni? Ez addig fog menni, amíg valamelyik fél, hát leginkább azt gondolom, hogy az orosz félben nem látja, hogy ezt az agressziót nem nyerheti meg. És ez valóban, ha így megy tovább, és Vlagyimir Putyin így áll hozzá, akkor ez egy elhúzódó eszkaláció lesz, ebben Orbán Viktor pontosan látja a pályát. De még egyszer kérdezem, mi a másik megoldás, amit az előbb elmondtam? Uh-huh. És akkor abból egyébként Magyarországra milyen közeljövő vagy távolabbi jövő vonatkozik, amikor Vlagyimir Putyin azt is elmondta már évekkel ezelőtt, hogy az ő stratégiai célja az, hogy a NATO a 2004-es állapotok elé menjen vissza, ami már minket is érint. Tehát én nem szeretnék újra visegrádi, meg szovjet függöny mögött, vagy orosz függöny mögött élni, meg azt nem szeretném, hogyha a gyerekeink, meg az unokáink egy ilyen baráti szövetségbe élnének. Én azt szeretném, hogyha egy szabad, fejlett nyugati világban az Európai Unió tagjaként maradhatna Magyarország. És azt tessék megérteni, hogy az, amit az orosz kormány, mert egyébként az orosz emberek nagy része azt gondolom, azt se tudja, hogy mi történik, csinál, az potenciális veszélyt jelenthet a mi jövőnkre.
Ezért kell ebben a kérdésben egyébként persze ésszel cselekedni, megnyilatkozni, de ezért gondolom azt, hogy abból a szempontból Magyarországnak nincs választása, hogy a katonai, NATO és a politikai Európai Unió szövetségeseinkkel együtt kell ezt a konfliktust kezelnünk. És erre bárhogy, akár informálisan a háttérből kap pressziót Magyarország? Mármint, hogy ezt tegye meg. Uh-huh. Hogy mondjuk egy-egy ilyen nem szavazás, vagy tartózkodás, vagy egy ilyen kitétel, hogy ezt nem fogjuk a jövőben támogatni, hogy ez így nincsen rendben, pont amikor ugye uniós forrásokért küzdünk. Én azt gondolom, hogy ugye ezt csak a kormány kaphatja, nyilván se a parlament, se az ellenzék igaziból nem tud pressziót kapni. Orbán Viktor most találkozott Olaf Scholz-szal, én csodálkoznék rajta a német kancellára, szociáldemokrata német kancellára, én csodálkoznék rajta, hogyha az egy vidám, jó hangulatú beszélgetés lett volna. Nyilvánvalóan ezek azok az alkalmak, amikor személyesen lehet nem tetszést kinyilvánítani. Az a baj, hogy vannak más olyan eszközök, amivel nem tetszést ki lehet fejezni, például az uniós pénzek meg nem érkezésével, vagy más Európai Uniós, akár formális szankcióval, bocsánat, az együttnemműködés miatt, például azzal, hogyha a vétójogot, mint olyat megszüntetjük az Európai Unióba, akkor gyakorlatilag minden más ügyben is Magyarország elveszíti az erejét. Ezek az eszközök vannak, én szerintem ezeket nem kéne megvárni. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.